Sziasztok! Üdvözletem minden kőbánya Kispestről, és a következő úti cél az Cegléd lesz, aztán pedig Tiszajenő, a ceglédi kisvasutat fogom majd bejárni. Meg egy 10 percen belül érkezik a zónázó vonat, amivel egyenesen Ceglédig tudok menni. Úgyhogy most itt várunk kőbánya Kispesten. Még az előző napfény van kiírva az eredményjelződ, ami most ment el. És itt vagyok Cegléden. És itt nagyjából a P+R helyén itt volt a kisvasútnak a végállomás, és egyébként innen ment a Handházi vasút, amit a múltkor jártam be. És hát ez a ceglédi gazdasági vasút volt, vagy hát ahogy későbbiekben nevezték a CGV-l vidítés után a Cérdán guduló vacak. Ugye ez főleg a nagyon vékony sínek miatt kapta, amin ugye csak döszögősen tudott a vonat végigmenni. Egyébként 1926-ban kezdték építeni, 1927-ben már készen is volt. És eredetileg a második világháborúig itt ilyen dízelüzemű motorkocsik jártak, meg mozdonyok rajta. Tehát végre az akkor modernnek számított a gőzös korszakban. Csak hát később a második világháborúnál történt az, hogy lebombázták itt a pályaudvart és környékét, és akkor megsemmisültek ezek a járművek. És amikor átvette a MÁV a kisvasút üzemeltetését, akkor gőzösökkel indult újra a forgalom 1949 környékén, de ennek majd még utána kell nézzek. Ezeket most csak fejből mondom, bár ugye a kisvasút történetét elolvastam. És 1973-ban szűnt meg, pontosabban december 31-én indult az utolsó vonat innen. Hát a Handházai vasút az még 5 évvel túlélte a kisvasút megszüntetését. Viszont a 60-as években elkezdték újra a dízelesítést MK48-asokkal. És négy tengelyes vasúti kocsikkal. Hiszen egy MK48-as ki is állítottak nem olyan rég Tiszajenőnél. Na, ha eljutok a végállomásig, akkor azt meg fogom nektek mutatni. Ugye tovább vagyunk, mert ott egy jobbos ível kanyarodott el, és a Széchenyi utcánál fordult Nyársapád felé, és Szeglédi szállások megálló helynél még szintben keresztezte a nagy vasutat is. Ugye most elindulok és végigjárom a vonalat. És igen, itt kanyarodott. Na, most megyek a kisvasútnak a helyén, itt ment az út szélén, és egészen a Széchenyi utcáig. Az első megálló pedig a Vigadónál volt, hát sajnos gondolom állomási épületek közül nem sok maradt fönn, de azért akad. Azokat majd meg fogjuk nézni. Nézd, itt egyenesen ment egészen a Széchenyi utcáig, és ott fordult el majd balra. Ezt majd meg fogjuk nézni, ha odaértünk. Jelenőre haladunk tovább. És itt jött a kisvasút. Ott még látszik az a kanyarodó sáv, az ott épületett, ahol átment a túloldalra, de ott a túloldalra ment át, és ott ment végig. Ugye a bicikliút olyan itt van, de ez még nem a kisvasút töltésére épült, mert a kisvasút itt a... Én bevágom azt a képet, amit most néztem meg, ami nagyon jól látszik, hogy itt ment. Itt a fentről.hu-ról még itt a műhold képen egészen Ceglédi szállásként nagyon jól lehet követni a kisvasutat. És itt még nagyon látszik merre ment, úgyhogy azt én is át fogok valahol menni a túloldalt. Ja? Hát, csak az a baj, nincsen zebra, de majd valahogy megoldom, és akkor ott a járdán megpróbálom követni, hát találok valami nyomát. Hát, itt jött valahol a kisvasút. Szerintem a járda meg a közút között, vagy pedig a közút szélén. És valahol egy kilométer után volt a Vigadó téri megálló, ami hát szerintem egyébként ott lesz előttünk, ott volt, mert a tűzoltóság mellett volt a korabeli feljegyzésekből, az volt érték. Egyébként semmi, mert akkor sem volt épület, egy sima táblás megállóhely volt. És ez már a Béketért Cegléden. És mivel itt volt egy megálló a kisvasútnak, és nagyjából itt kanyarodott el, ezeken gyanús, hogy ezek az épület és a kisvasúthoz tartozott. Ceglédi Városszépítő Egyesület 3 éve felújította, egyébként a kisvonat az innen jött, hogy valahol itt jött át eme oldalra, és szerintem itt egy ilyen ívben ment tovább erre, mert mondom, hogy ez pedig nem tudom mi lehetett. Hát ez most a csatornázási műveknek valami. De viszont ez az épület, ez lehet, hogy egy ilyen esőbeálló, vagy ilyen... Hát most szerintem pénztár itt nem volt. Gyorsan korrigálom is magam, hogy nem, hanem tényleg ott az épület előtt jött a vasút, és itt jött tovább ezen a részen. Tehát valahol, lehet, hogy pont ennél a járdánál, mert itt átjött az út túloldalára, térkép szerint is.
De majd mindjárt a fentője pontot még megnézem, mert az még eddig volt meg is. És ott egy darabig még ment ez az út, és akkor később tért le. Itt erről az útról. Ott a Törteli út fele, ott tért le, tehát itt még egyenesen kell menni. Ott látjátok a Kresszáblát, Törtel tiszt, tehát itt. Itt jött a bicikli út helyén a vasút. Tudj, na most már megvan. Hát ja, vagy ez a kisebb, mert még itt lehet, hogy a járda helyén jött, ahol a... Itt pont elfél egy keskeny nyomtáv. Hát igazából ezt így nehéz megmondani, hogy akkor most melyik, de... Valamelyik a kettő közül. De hát minden, megyek a bicikli úton, mert az a jobban járható. De itt van, szóval itt ment Törtel fele. Egy busz megálló a kisvasút nyomvonalán, és itt van a Ceglédi kórház mellettünk. És volt is egy Ceglédi kórház nevű megállóhelye. Hát lehet, hogy az pont ez volt. Vagy pont itt volt a busz megálló helyén. Ezt nem lehet tudni. Viszont ott nagyon adja, ott az a vékony járda, hogy ott ment bizony a kisvonat. Viszont olyan a magas a patka, hogy itt inkább leszállok. Hát látjátok itt? Itt ment egyenesen a kisvasút. És erről jöttünk, ott van a busz megálló. És egyébként lehet, hogy pont itt volt a megálló. És akkor így ezzel el is dölt, hogy a vékonyabb járda az volt a kisvasút. A bicikli út az később épült mellett. Egyébként itt a kórház előtt meg is szűnik. És közben már itt vagyok Ceglédi szállások megállóhelyen. Hát látjátok, ez egy nem túl kihasznált, pláne mostanában, hogy már a kiskunfelegyházi személyek is eltűntek. Hát látjátok, hány megálló vonat van itt a reggeli első Szegedig, ami megáll mindenhol, a Bokorugró és a gyakorlatilag ennyi. 5.38 költegyvenőtől, hát ennyi vonat állít meg. Régebben még volt a két óránként a Szeglét kiskunfélegyháza vonal, ez még meg volt 2008-ban is a közvetlen személyek, amik ugye megálltak itt is, tehát két óránként volt innen kiszolgálás. Hát ahhoz képest látjátok, hogy mi pedig hát nem tudom mekkora forgalma volt ennek a megállóhelynek, de azért itt van egy pár épület a környéken, úgyhogy el tudom képzelni, hogy volt. Hát látjátok, de hát most maradt összesen két pár vonat, ami itt megáll. Hát, hogy az most mennyire indokolt, vagy nem indokolt, azt nem tudom. Igazából mondjuk azzal nem biztos, hogy egyetértek, hogy a kirohanó személyeket megszüntették, csak hát gondolom, hogy a nem fér be a vonal kapacitásába, mert ugye itt az egyvágányú pálya az itt nagyon lefogja a kapacitás mindenfele. Tehát én még Kisfüntvegyháza és Szeged között megmaradtak a személyvonatok. Hát itt viszont nem. Tehát egy kapacitás bővítése szerintem meg lehetne ezt is oldani, de hát előbb-utóbb itt majd kétvágányosítani kell, de hát ugye erre mikor kerül sor, azt nem tudom. Egyébként a megálló az ugye, tehát tipikus táblás megállóhely egy fővonalon. Van peron, ezt még olyan 2003-kor újították fel, akkor épült ez a viakolodos peron. Hát látszik, hogy azért már elkezdett gazosodni. Van egy pad, ami még megvan, nem lopták le a farészét se, meg a kötelező tájékoztató igazából a megálló vonatokról, és ennyi. És egyébként a kisvasút az itt jött át. Erről találtam képet is, be fogom ide vágni, és de megálló hely pedig az lesz az ott szerintem, az az épület. Az nagyon hasonlít rá, tehát szerintem az. Azt meg fogom még nézni, mert az egyik épület, ami megmaradt a kisvasútból, és egyébként itt látszik itt a járda vonalán is, hogy hol jött a kisvasút. Ott fogok majd én is átmenni itt valahol. Hát, egyébként maga a szintbeni kereszteződés az itt volt. Álljon, de erről még a fentről.hu-ról is nagyon jól látszik a műhold képen, meg van róla felvétel is, mikor egy gőzössel itt átmennek szintben. Tehát itt egy vágány átszelés volt. Hát abból már sajnos semmi nem maradt, hogy 1973. december 21-én ment el az utolsó vonat, nem sokkal utána a sineket is felszedték, tehát már alsó hangon is már legalább 46 éve eltelt az út. Leengedték a sorompót, vonat fog jönni. Mindjárt megnézem, bár már valószínűleg csak egy ablakos lesz. És itt van Bede megállóhelynek az épülete, ez az egyetlen, ami megmaradt. És még azt is el tudom képzelni, hogy lakott, sőt. Mert elég rendezettnek tűnik. Ugye van kert is, ami rendezett, meg hát nem tudom most. Még az is lehet, hogy itthon vannak. Meg hát egyébként megmondom, van rajta egy antenna is, tehát ilyen műholdas, tehát
lehet, hogy ezt még lakják is, még állandó lakosa is van. Hát a kisvasútból ennyi van, hát egyébként a túloldalt ment ott. Betonjárdaként mindig megvan itt a tölteli útnak a másik oldalán. És ennyi maradt belőle. Na ezt nézzétek, mit találtam. 73P, szóval rájövő. Ez lehet, hogy egy szelvénykő a kisvasútból. Mert hogy itt ment, egyébként itt a járda helyén. Itt ment a vasútán végig. Csak itt hol ilyen nagyon gazos járda van, hol pedig rendesen megcsinálva, hogy attól függ, hogy most melyik épületet lakják és melyiket nem. Tehát szerintem ez így ránézésre egy lakatlan ház, és emiatt így előtte a járdát se gondozza senki. És itt már elfogyott a járda, innen már az úton kell jönni, de ott még látszott a töltés valameddig. Itt minimális töltés maradványokat, mintha láttam volna, és itt megy tovább. És egyébként itt lesz majd még egy megálló, vagyis hát volt a ceglédi laktanya, itt volt itt van egy kihalt laktanya, és annak is volt megállója. De mindjárt majd oda eljutunk mellé. Hát itt pedig ez csak egy buszforduló lehetett szerintem itt a laktanya szélénél. És igen, itt van a laktanya. Valami mozgás van bent, mert a zajok azok szűrődnek ki. Hát jó, bárminek hasznosítatnak egy kihalt laktanyát. És ott van egy busz megálló, és egyébként a töltés az meg valahol itt ment. Tehát itt haladunk a vasút mellett, csak hát itt már ugye nem lehet követni, mert járda sincsen, majd a töltel után lesz majd az, hogy megint bicikli út van a töltéseim, és akkor már könnyebb dolgunk van. Hát ott meg van egy kibelezett busz megálló, az első beállójából ennyi maradt. Itt meg vagy nem is volt, vagy már ellopták. Na itt vagyunk, még mindig a tölteli úton. És ami miatt érdekes ez a helyzet, hogy arra fele van töltel, és itt ment a kis vasút mellette, és van itt egy busz megálló, ami két oldalt, ami egy ceglédi kiserdők ugye nevet viseli, és volt egy ugyanilyen megálló a kis vasúton is. Tehát lehet, hogy pont itt valahol, ahol most állok, vagy egy picivel arrébb ott a busz megálló van. Tehát lehet, hogy a buszmegállókat, azokat úgy rakták le, hogy a kisvasútnak is volt. Hát viszont ugye nyoma az már nincsen, és hát töltelé még azért elég sok út van, és addig még bicikli út sincsen, úgyhogy muszáj itt a közúton menni. És akkor közben megérkeztünk töltelre, és itt volt a kisvasút, itt valahol útközben átjött az út túloldalára, és itt ment tovább. Itt bicikli út épült a helyére, és még tovább errefelé, és állítólag még az állomás épület megvan. Hát ezt megpróbálom megkeresni. Ha megvan, akkor megkeresem, van GPS koordinátám is, úgyhogy remélhetőleg meg lesz. És ha már kisfanatot pótolunk, akkor vizet is vételezünk. Itt van a kis mini gőzösítató, így Bence szavaival élve, akkor gőzösítató. Egy ilyen jó közkifolyó, hát vettem föl vizet. Falusi energiaital, kútból. Na, szóval onnan jött a kis vasút, és itt volt egy kiágazása errefele. Hát itt a két ház környékén ment, de többet nem lehet, és elvileg ott a gumis műhely mellett lesz a volt állomás épület, egy picivel arrébb, úgyhogy azt megnézem mindjárt. Hát a térkép szerint itt volt a gumis műhely helyén a tölteli kis vasútnak az állomása, és akkor itt voltak a sinek előtte, hát ezt így nehéz megítélni innen. Valószínűleg elbontották az épületet, és akkor helyére épült ez a gumis műhely, de majd a Street View-ban megnézem, hogy egy ilyen 9 évvel korábbi kép, ha van, akkor az mit vett föl, mert az még lehet kiinduló pont. És valahol gubás megállóhely környéke lehetünk, egyébként a kisvasút a túloldalt van. Hát csak emlászik, de valahol arrafele van. Csak hát a sajnos követi nem lehet, a bicikli út itt szintén nincsen, itt az úton kell menni, de körülbelül 2 kilométerre van még Jászkarajenő, vagy jelen először közös tetétel és aztán Jászkarajenő. De hogy haladunk szépen a kisvasútnyomvonala mentén. Itt vagyunk közös tetétlenbe, és itt már ismét van bicikliút, és nagyjából a kisvasútnak a töltésén. És itt valahol, itt is jelez egy megmaradt vagy egy állomás épületet, hát meglátjuk. Valahol itt van a faluba. Térképen be van jelölve, megpróbál megnézni, hát ha az még megvan. És valahol errefele jöhetett a kisvasút szerintem, egyébként pont ott ez a töltése. És itt volt neki egy hídja, és ehelyett csinálták ezt a fahídat.
De ezt mindjárt közelebbről is megnézem. Szerintem itt volt valahol, tehát a beton pillérek azok megvoltak, és a vasútídat nyilván elbontották, és akkor helyére építették ezt itt, ezt a gyalogosat. És akkor itt ment tovább a kis vasút, Jászkara-Jenő fele. Valahol itt mehetett a vasút, de az is lehet, hogy ott a kerékpárút mentén. És itt van ez az épület, talán ez volt az. Hát ha az is volt, akkor már nagyon lehet ráismerni. És hát erre fele kell tovább menni. Hát ott a biciklőút, ott még van egy székelykapu is, nem? Na, meg egy játszótér ide kiépítve. És hát valahol itt volt egyébként, gondolom az állomási több vágány is lehetett. Majd irány tovább Jászkara Jenő fele, és itt ténylegesen kerékpárút épült a töltésre. Remélhetőleg egészen Jászkara Jenőig, sőt Tisza Jenőig megvan. És akkor így simán végig tudott rajta menni. És itt vagyunk Jászkara Jenőnél. Itt megmaradt a felvétel épület, és meg is találtam. Ez volt az. És itt jött előtte a vasút. Hát most egy bolt van benne, vagy lehet, hogy csak volt, mert mindesetem most zárva van. Viszont van ott egy melléképület még a távolban, de még azt megnézem, mert az is úgy tűnik, hogy az még eredeti állapotában megmaradt. Hát ezt valamelyest újították. Hát igen. Itt egy bolt van, ami éppen zárva van. Hát igen, szombaton csak délig van nyitva. Ez viszont a vasúthoz tartozott szintén. Ez az állomásnak a melléképülete. Gondolom, hogy WC meg ilyesmi volt itt. És itt van a másik oldalt. Ez bizony az állomás épület, hát itt megmaradt. És akkor itt van a kisvasút töltésén, ahol a bicikliút épült, hát eddig. Jönt itt jött. És innestől nyílegyenesen belemegy a gazba. És a bicikliútnak is vége, úgyhogy ezt a maradék 5 kilométert megint a közúton kell letekerni. Hát akkor tovább. És utána meg már Tisza Jenő Vezsely megállóhelynél ott van a kisvasút végállomása is. És végállomás. Itt volt a Tisza Jenő kisvasút végállomása, nem vége, csak néhány hete hozták ide ezt az MK48-ast, meg ezt a kocsit is. Hát ilyen szerelvények csak az utolsó években közlekedtek a kisvasúton. A 60-as években jött a vízelesítés errefele, és akkor jöttek ezek. Hát ez a fajta kocsi, ez meg tudtam, ma nem közlekedett, bár négy tengelyes kocsik azok később váltották a két tengelyeseket. Szerintem bemenni nem lehet, de azért megpróbálom. Nem lehet, de van zárva. És egyébként itt volt valahol a fordítókorong, erről is szintén van kép. Fentről pontul nagyon jól látszik, hogy itt volt egy fordítókorong, ahol a gőzöseket forgatták. És itt a megállóhelynél volt a végállomása, tehát nagy vasúti átrakó is itt volt. Legalábbis itt át lehetett rakodni. Bár ugye csak megállóhely volt, tehát kitérővágány. Igen, de volt kitérővágány, ott van. Tisza Jenő Vezseny megállóhely épületénél. És hát hála a járványügyi menetrendnek, most egy órát kell várni a vonatra, mert a következő pótlóbusszal nem kell menni biciklistől. De mivel nagyon szomjas vagyok, megnézem, van errefele van vendéglátóipari létesítmény, hát ha nincs, akkor meg majd Szolnokon keresek valami helyet, amely már még ott van esti az állomáson, ahol enni inni lehet. Hát és akkor még megnézem Tisza Jenő Vezsenyt. És akkor ez a mai túra, ez nagyjából ennyi is lenne. És akkor itt vagyunk Tisza Jenő Vezsenynél, hát látszik, hogy ez egy kétvágányos állomás volt valamikor, de jelenleg úgy tudom, hogy megállóhely. Szóval látszik, ezt a váltót ezt nem használják. Én gondolom azt, hogy az arra is jó volt, hogy ide félre tudták a nagyvasúti vagonokat állítani, és ilyen kisvasútra át lehetett rakodni, bár úgy tudom, hogy a sidák azok idáig nem jöttek el. És a fordítókodognak sincsen már semmilyen nyoma. De az itt volt, szóval úgy tudom, hogy nem jött át eme oldalra, bár lehet, hogy rosszul emlékszem, és mégis. Szóval mindjárt megnézem a térképen, meg a fentről.hu-s képeken, hogy mit lehet belőle látni. Hát látjátok, 181-es szelvény, tehát nullánál van Szolnok.
Akkor még mindjárt elnézek az épület fele. És itt van az állomás épület az utcafrontról nézve. A szemlátomás már csak a fecskék használják. De a fecskék azok legalább több helyen is. Két fecske fészek is van. Ajánlom még figyelmetekbe ezt a régi távíró póznát. Ez is már egy nagyon régi lelet, és itt van maga a felvételi épület. Igen, vágányok felől, hát látszik, hogy ezért azt már neon betűs felirat ugyan még megvan a betűk, de a neont azt már leszerelték, hogy ellopták. Hát, itt volt valószínűleg a forgalmi iroda, itt jól be van deszkázva, hát itt már biztos, hogy nem fogott megállni. Ott arrafele van még az élő állatrakodó, ja nem, az nem élő állat, csak oldalrakodó. Van egy melléképület, valószínűleg WC-vel, hát azt még megnézhetem. Oda megyek, megnézem nektek, úgyis van időnk. Hát itt van maga az épület. Szerintem egyébként ez volt a WC, de majd mindjárt az ajtó nyitva van, benézek. És itt van az oldalrakodó, arrafele meg a rakodóvágány. És ott a vége, az meg már ott ágazik ki a nyílt vonal fele. Hát igen. Ez egy Newton vizes blokk. Na, ennyi elég is belőle. És akkor a mostani vonalbejárós biciklitúra és vonalbejárós túra egyben, az ennyi volt. Sikerült végül is bejárni a Cegléd-től Tiszajenőig a kisvasutat. Most itt Tiszajenő Vezsenynél megvolt a nagyvasúti épület is. A kiállított vonatot is sikerült fotózni, videózni. Úgyhogy végül is a mai túra az eredményes volt ilyen szempontból. Egyébként fejkamerával is vettem az eseményeket. Legalábbis a biciklizés, hát nem tudom, hogy sikerült, majd az ki fog derülni. Igazából háromszor kellett megállni aksit cserélni, mert kiderült, hogy még az új aksikkal is egy órát bír csak az esély, úgyhogy általában ilyen óránként meg kellett állni és kicserélni az aksit. És persze elfelejtette ilyenkor a beállításokat, tehát mindent újra be kellett állítani, igazából a dátumidőt, mert a többi a beállítás az jó volt alapból, vagy legalábbis azt megjegyzi, csak az időt meg a dátumot nem. Ez is érdekes. És igazából még akkor is, hogy amikor így tényleg ilyen 3 másodpercen belül kicseréltem az aksit, akkor se jegyezte meg. De hát mindegy. Hát a vonatig van még egy szűk egy óra. Egyébként meg kánikula van és dögmeleg. De hát valahogy majd csak kibírjuk aztán utána. És remélhetőleg Uzsgyi fog jönni, és akkor légkondicionáltan lehet hűsölni Szolnokig. Szolnokon meg még lehet, hogy találkozok egy-két vasútfotóssal. Legalábbis leadtam a drótot, hogy jövök, aztán, hogyha ki tudnak jönni, kijönnek. Úgyhogy akkor ez a videó ennyi lett volna, köszönjük, megnéztétek, sziasztok!